Évzáró karácsonyi ünnepséget tartottak a Győri Petszaladár megyei oktatókórházban, ahol dr. Tamás László János főigazgató főorvos az intézmény 2016. évi teljesítményét értékelte. Végre egy kicsit tudtunk többen lenni ebben az évben, ami döntően orvosi létszámot jelent. Itt kell megjegyeznem, hogy sajnálatos módon az ápolók létszáma egy kicsit azért rosszabb, ott több az elmenő, mint a jövő. Örömmel töltött el minket, vezetőket az is, hogy a gazdálkodásunk egyre stabilabb. A korábban 3-5 millió forintos napi adósságtermelés 1 millió forint alá csökkent az intézményen belül. Ennek vannak bevételi oldalai is nyilván, amit sikerül stabilizálni, hogy több bevételünk legyen. Emögött több munka is van nagyon sokszor, és racionális működés is. Több beteget is látunk el, mint egy 3%-kal, mint egy 9%-kal több műtétet végeztünk. A tudományos és a képzési aktivitásunk nem csökkent, tehát változatlanul nagyon sok orvost, szakorvost, szakdolgozót képezünk az intézményben, mind graduális, mind posztgraduális téren. Változatlanul nagyon sok publikáció jelenik meg hazai és nemzetközi fórumokon, közleményeket adnak ki munkatársaim. Idén 4 fokozat született, tudományos fokozat az intézményen belül, és emellett még rendkívül fontos, hogy a betegbiztonságra egyre több energiát, gondolatot és forrást fektetünk. 2017-ben várhatóan milyen nagy léptékű fejlesztések valósulnak meg az intézményben? Csak nem 1,5 milliárd forintra van ígérvényünk uniós projektekből, ami részben az egynapos ellátás, részben a skill laboratóriumunk fejlesztésére, számos pszichiátriai részterületnek a fejlesztésére, vagy a gyermek sürgősségi és traumatológiai ellátás fejlesztésére fordítható lesz talán. És van még mintegy 2-3 milliárd forint közötti olyan uniós forrás lehetőség, ami energetikai vagy valami egyéb pályázati révén lehetőséget nyújt számunkra, hogy csatlakozzunk. Jövőre mindenképpen szeretnénk, hogyha az létszámunk tovább bővülne, akár azon az áron is, hogy az eddig lendületesen csökkenő kiadásaink egy kicsit megtorpannának, hiszen most már szükség van, nagyon komoly szükség van orvos szakdolgozó utánpótlásra, és elkezdődött a kiszolgáló tevékenységet végzők létszámának is a csökkenése, úgyhogy ott is lépnünk kell. Az ünnepségen adták át a kórház legrangosabb elismerését, a Nyári László díjakat. Az idén dr. Ruszinkó Viktória, a Csecsemő és Gyermek Szakmai Centrum vezető főorvosa, és erdélyiné Lukács Ildikó laboratóriumi analitikus vehette át a Nyári László díjat. Ezt követően kiváló dolgozó kitüntetéseket és kinevezéseket adtak át a kórház vezetői. A karácsonyi ünnepség keretében került sor dr. Kovács Szabó Károly és dr. Láng László belgyógyász főorvosok emléktáblájának felavatására a két legendás hírű belgyógyász családtagjainak jelenlétében.